Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a csodálatos estén, amelyet Isten elkészített számunkra. Szeretettel köszöntöm az ige hirdetőnket, nagy tiszteletű Bódis Miklós lelkipásztor testvérünket, aki Erdélyből, Hátszegről érkezett, és kedves feleségét, Etelkát, nagyon sokak számára már ismert az ő életük, az ő szolgálatuk, az az elköteleződés, amivel szolgálják a mi Urunkat, a mi Istenünket. Énekelni fogunk, és megkérem Etelkát, hogy tanítson nekünk egy éneket. Énekeltek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett. Így mondja a 98. Zsoltár első verse. A ma esti ének, amit tanulunk, így kezdődik. Sokszor úgy érzem, kész már a szívem. Ismeretlen szerző éneke. Ebben az énekben egy ember vívódásáról szól az ének, aki úgy gondolja, hogy kész a szíve, tud szeretni, azt tenni, amit az Úr szeretne, de be kell lássa, hogy magát ámítgatja, mert ha nincs benne Krisztusban, akkor minden csak látszat és nincs tartalma az életének, hogy Krisztus nélkül nincs győzelme, nincs győzelem, hogy be kell lássa, hogy az élet csak Krisztusban lehet, és hogy az a boldogság és az a béke, amire annyira áhítozik a mai ember, ez is csak te benned, Krisztusban lehet. Egyszer eléneklem én az éneket, aztán együtt próbáljuk. Sokszor úgy érzem, kész már a szívem azt tenni néked, amit szeretsz. Tudok szeretni, csak benned bízni, te vagy az Úr a szívem felett. De be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom. Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem, mit ér a látszat, ha nincs tartalom? Kezdjük! Sokszor úgy érzem, kész már a szívem, azt tenni néked, amit szeret. Tudok szeretni, csak benned bízni, te vagy az Úr a szívem felett. De be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom. Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem, mit ér a látszat, ha nincs tartalom? Még egyszer. Sokszor úgy érzem, kész már a szívem azt tenni néked, amit szeret. Tudok szeretni, csak benned bízni, te vagy az Úr a szívem felett. De be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom. Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem, mit ér a látszat, ha nincs tartalom. Még egyszer, akkor végig. Sokszor úgy érzem, kész már a szívem azt tenni néked, amit szeretsz. Tudok szeretni, csak benned bízni, te vagy az Úr a szívem felett.
De be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom. Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem, mit ér a látszat, ha nincs tartalom. Krisztus az élet nélküle éltet, hiába éled, nincs győzelem. Elkeseredhetsz, megkönnyebbülhetsz, megmarad mégis a gyötrelem. Magadtól várod megváltozásod, én is úgy hittem, hogy ez lehet. Újból és újból most be kell látnom, nékem az élet csak Krisztus lehet. Ó, milyen boldog, ki minden dolgot tőled vár, ő csak eszköz marad. Te szeretsz benne, és bármit tenne, a szíve mindig tiéd marad. Ők élet már itt miénk lett, kik befogadtuk szent szavadat. Elmondjuk bátran, mindenki zártan, boldogság, béke csak te benned van. És még egyszer bátran elejétől. Sokszor úgy érzem, kész már a szívem, azt tenni néked, amit szeretsz. Tudok szeretni, csak benned bízni, te vagy az Úr a szívem felett. De be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom. Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem, mit ér a látszat, ha nincs tartalom. Krisztus az élet nélküle éltet, hiába éled, nincs győzelem. Elkeseredhet, megkönnyebbülhet, megmarad mégis a gyötrelem. Magadtól várod megváltozásod, én is úgy hittem, hogy ez lehet. Újból és újból most be kell látnom, nékem az élet csak Krisztus lehet. Ó, milyen boldog, ki minden dolgot tőled vár, ő csak eszköz marad. Te szeretsz benne, és bármit tenne, a szíve mindig tiéd marad. Az örök élet már itt miénk lett, kik befogadtuk szent szavadat. Elmondjuk bátran, mindenki zártan, csak te benned van. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.
Drága testvérek, köszöntelek benneteket nagy szeretettel, én is a párommal, Etelkával együtt. Békesség néktek, örülünk, hogy itt lehetünk közöttetek, shalom, shalom, Jerusaláim. És örülök, hogy a tiszteletes meghívott ide az új gyülekezetébe, ám bár nem értem, hogy miért jött te, Bódva Szilason sokkal melegebb volt a templomba, mint amilyen lélekölő hideg itt van ebben a házban, ebben a teremben. És csak annyit a köszöntéssel kapcsolatosan, Attila testvérem, hogy az Úr őrizzen meg, hogy nagy tiszteletű legyek. Nem is illik hozzám. 23 éve Erdély legkisebb gyülekezetébe, a Dél-Erdélybe, a románokkal való ütközési területen vagyok, lelkipásztor, és ott szolgálok, és szeretném nektek elmondani itt és bizonságot tenni, hogy minden nagy tisztelet egyedül az övé, még a kicsi sem az enyém, mert én legkisebb vagyok azok közül, akit 25 évvel ezelőtt megváltott, megkönyörült rajtam, akkor, amikor én magam, saját magamért nem adtam egy fillért sem az életemért. És ezért egyedül csak övé legyen a dicsőség, egyedül övé legyen a nagy tisztelet, és az Úr őrizzen meg attól bennünket, hogy nagy tiszteletűek legyünk. Látom, hogy lelkipásztor kollégáimat, meg barátaimat, a nagy gyülekezetek, meg az egyházi tisztségek, azok módosítják a géneket az emberben, és átalakítják az embert. Ettől őrizzen meg bennünket Isten, hogy ez legyen velünk is, hanem maradjunk meg alázatba az Úrral. Drága testvérek, úgy jöttünk közétek, hogy az evangelizációs programban az a cím szerepel, hogy egy kiváltképpen való út. Ezeken az estéken és ezen a hétvégén mi egy kiváltképpen való útról szeretnénk beszélni, ezért jöttünk Erdélyből. És ez a kiváltképpen való út is, mint minden útja, a keresztény embernek a megtéréssel kezdődik. Ezért szeretném nektek felolvasni a ma esti igét. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. részének a 30. versét. Az apostolok cselekedetei 17. fejezet, 30. verse. Tiszteljük meg Isten igéjét azzal, hogy felállunk, és alázatos szívvel hallgatjuk. A tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. A tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Tied legyen egyedül a dicsőség, Izrael Istene, örökké valóság Atya, aki atyánk lettél nem csak Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hanem Jézus Krisztusban a megváltottaknak is. Köszönjük neked, hogy ezen az estén újra egybegyűjtötted a te választott népedet. És egybegyűjtötted, Uram, azokat, akiknek hallaniuk kell az evangéliumot. Kérünk, hogy jöjj, Teremtő Lélek, és munkálkodj együtt ma este az igével, hogy az ne csupán emberi beszéd legyen, hanem Istennek ereje minden hívőnek üdvösségére. Uram, kérlek, hogy nyisd meg a sírokat, vedd le a bilincseket,
Oldd fel a zárakat, Uram, jöjj közénk, járj közöttünk ma este, és munkálkodj a mi szívünkben a lélek által, hogy megelevenedjünk, megújuljunk, föltámadjunk egy új életre, hogy reményteljes jövőnk legyen. Hallgass meg imádságunkat, a Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk. Amen. Drága testvérek, a ma esti evangelizációnak ez a címe, hogy az Istennek a parancsa ma Miskolcnak a főterén. Az Istennek a parancsa ma este nem emberé, nem Pálé, nem Péteré, nem Bódis Miklósé, nem Meleg Attiláé, hanem az Isten most ma este azt parancsolja mindenhol mindenkinek. Ezért én ma este a miskolci belvárosi templomban 3 nappal húsvét után köszöntöm szeretettel az élőket és a holtakat. És hadd kérdezzem meg tőled, aki eljöttél ma este, hogy te melyik vagy a kettő közül. Élő vagy, vagy halott vagy? És ezt én ma este tőled az evangélium alapján kérdezem. 1 János 2.10. Akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincsen meg az Istennek a fia, abban az élet sincs meg. És drága testvérek, akiben nincsen meg az élet, akiben nincsen meg az Istennek a fia, az halott. Ezékiel a Tófet völgyében, Jeruzsálem falától egy pár méterre, a völgybe, ahol már nem volt hely a proféták szerint temetkezni, mert Nabukadnecár egyszerűen a lényeget elhurcolta, a többieket pedig a városon kívül ott hagyta, hogy a vadállatoknak, a madaraknak legyen az eledele. Lát egy hatalmas nagy völgyet tele csonttal, Izrael házával. De testvérek, milyen csontok azok, akik hallanak? Mert azt mondja Isten ennek a prófétának, hogy prófétálj a csontoknak, és ezt mond. Halljátok meg ti megszáradt csontok, ezt mondja az Úr. Milyen csontok azok, akik hallanak? Mert azt mondja az Úr, ez a sok csont Izrael háza, aki most azt mondja, elveszett a mi reménységünk, nincs jövőnk, nincsen élet, végünk van. És azt mondja az Isten, de te profétálj nekik, mert az igében élet van. Az ige az élet, az evangélium az élet. Akik üdvösségre jutottunk, nem álom, nem látomás, nem szentimentális érzés által jutottunk üdvösségre, hanem Isten az élő igével hozott ki bennünket a sírból. Amen, hívő testvérek! Amen! És te proféta, profétálj a megszáradt csontoknak, és mondd ezt, halljátok meg ti megszáradt csontok, én kinyitom a ti sírjaitokat. És kihozlak a ti sírjaitokból, és lelket lehelek belétek, és inakat adok rátok, és húst teszek rátok, bőrrel borítallak be benneteket, és jönni fog a lélek, és életet lehel belétek, s én beviszlek, mert megígértem az ígéret földjére benneteket, s amikor ezt megcselekedtem veled, akkor te tudni fogod, hogy én vagyok az élő Isten. Ma este kérdezem tőled, megnyitotta az Isten a sírodat már? Kihozott téged ebből a megszáradt, ebből a
megáporodott ebből a halott állapotból, a tied az élet, és megvan benned az élet, vagy élő koporsó vagy, járó koporsó vagy. Akié a fiú, azé az élet. Drága testvérek, nem csak ma vannak olyanok, akik tudják, hogyha a feltámadásnak a tényét megcáfolják. Volt egy ilyen író Nagy-Britanniában, remélem jól mondom a nevét, David Hume, Hume-nek mondják, aki egész életét erre tette fel, hogy megcáfolja azt, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, kitalált mindent, hogy a holttestét elhordták a kóborkutyák, hogy rablók lopták el, be akarta bizonyítani, hogy Jézus nem támad fel a halálból, mert tudta, hogyha ezt az alapot kihúzza a kereszténység alól, akkor a kereszténység kártyavárként omlik össze. És hadd mondjam el, hogy Jézus idejében is voltak olyanok, tagja voltak a nagy tanácsnak, a szabadosok, a szadduceusok, akiket ma így neveznénk, hogy liberális teológusok, akik a Jézus vizenjárásából is tudnak viccet csinálni, és ki tudnak találni vele kapcsolatban, feltámadásával kapcsolatban, gyógyításával kapcsolatban minden szórakoztató hülye viccet. És kitaláltak egyet Jézusnak is. És azt mondták, hogy mi megfogjuk a Mesiást ezzel a viccel. Elmentek hozzá, és azt mondták, hogy Mester, volt egy asszony, aki férhez ment egy zsidó férfihoz. A férfi meghalt, és gyermektelenül költözött el. És a Tóra, a törvény azt mondja, hogy ha gyermektelenül hal meg, akkor a másik férfi testvére vegye őt feleségül, és támasszon magot az ő bátyjának, az ő testvérének. És kitalálták ezt a jó kis szórakoztató történetet, hogy így halt meg mind a 7 fiú testvér, 7-en elvette mindegyik az asszony, mindegyik gyermektelen volt, nem született gyerek, és végül megkérdezik Jézustól, hogy na és akkor most mondd meg Jézus, hogy a feltámadáskor majd kié lesz az asszony. És Jézus azt mondja nekik, elsőben leülteti őket. Fiúk, ti nagyon tévelyektek. Köszönő viszonyban nem vagytok az Isten országával. Halvány fogalmatok nincs, hogy mi van az Isten országában, mert az Isten országában nem nősülnek, férhez sem mennek, nem házasodnak, hanem az Isten országában olyanok lesznek, mint az angyalok a mennybe. És akkor most Jézus válaszol arra, amiért ők jöttek. Az pedig, hogy van halottak feltámadása. Hogy van halottak feltámadása. Nem olvastátok és nem hallottátok soha, hogy mit mondott Jákve az égő csipkebokorból Mózesnek, amikor Mózes megkérdezte tőle, hogy Uram, ha elmegyek Egyiptomba, nem az érdekel, hogy mit gondol rólam a fáraó, meg mit gondol a világ, meg az egyiptomiak, hanem mit mondjak, ha Izrael kérdez? Mit mondjak, ha a választott nép kérdez, hogy engem ki küldött hozzájuk? Kinek a nevébe jöttem? És azt mondja Isten, Mózes, menj és mondd meg a népemnek, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. És vagyok. Testvérek, ezek mind a hárman már 400 éve ott voltak eltemetve a sárga földbe. Rég meghaltak. 4 évszázaddal azelőtt. És Isten mégis azt mondja, hogy most vagyok az Istenük. Mert Isten nem a holtaknak az Istene,
hanem az Isten az élőknek az Istene. És akkor Jézus hozzátesz egy mondatot, és ez a mondat így hangzik, mert az ő számára mindenki él, aki él. Na most, drága testvérek, ez a magyar nyelvben természetes és magától érthetődő, hogy mindenki él, aki él. De a görög nyelvben ott egy szójáték van, mint a Jelenések könyvében, hogy ott azok lesznek fehérbe, akik itt fehérbe járnak. Azok lesznek ott fehérbe, akik itt fehérbe vannak. És itt a görög szövegben az a szó szerepel, és az a kifejezés, mert az ő számára mindenki él, aki neki él. Mindenki él, aki neki él. Megkérdezhetem tőled, aki ma este itt vagy, hogy te kinek élsz? Te kinek élsz? És a mai napig kinek éltél? Magadnak? A családnak? A hírnévnek? A világnak? Hogy dicsérjenek? Hogy tapsoljanak? Hogy jót mondjanak rólad? Te mostanig kinek éltél? Éltél-e igazán? És éltél-e egy órát is csak az Istennek? Éltél-e egy órát az Isten országának? Tudjátok, amikor 2 évvel ezelőtt bekaptam a második oltást, és 2,5 napon keresztül a halálomon voltam, és egyszerűen nem tudtam 2 mondatot összerakni az ágyba, és nem tudtam a feleségem kezéből elvenni a vizes poharat, hogy egy korty vizet igyak, és felkészültem arra, hogy Uram, értettem, megértettem, volt 20 év, és eljött az idő, Bódis Miklós megy haza. És öröm volt a szívembe, ilyen békesség nem volt bennem soha, mert tudtam, hogy hova megyek, és fel voltam készülve, jött a válasz azokra az estékre, amikor sokszor elfog a vágy, és vágyakozom haza, az igazi otthonomba. És drága testvérek, azokban az órákban és azokban a napokban tudjátok, hogy mi volt az egyetlen egy dolog, ami számított. Az egyetlen egy dolog az volt, hogy mit tettem az Isten országáért. És ha valamit nem bántam meg, az utazásokat, a fagyoskodásokat, a harcokat, testvérek, akkor az Isten országáért nem bántam meg, mert azok megmaradnak örökké. Éltél-e neki? Mert az utolsó napon egyetlen egy dolog fog számítani. Mit tettél az Istennek az országáért? Drága testvérek, azért is jöttünk közétek ezeken a napokon, mert szeretném elmondani, hogy tartozunk az anyaországnak. Az elmúlt héten volt püspöki vizitáció a gyülekezetembe, a szórványaimba, és ezek a dél-erdélyi szórványgyülekezetek valamikor a magyarságnak a gyöngyszeme volt, Herkulesfürdő, a Kazánszoros, az Adakale sziget, a Retyez átalatti vidék, Vajdahunya, Déva környéki, gyönyörű szép területek, magyar földek, magyar erdők, és Trianon előtt és Trianon után az anyaország adott nekünk egy hívő püspököt. Író is volt, valószínűleg, hogy sokan olvastátok a regényeit, Makkai Sándornak hívták, és ő cselekedte meg azt az 1910-es években, tőlünk 50 kilométerre megtalálták a földbe a fekete aranyat, a zsírvölgyébe a szenet, elindultak a szénbányák,
és azok a gyülekezetek, amelyekbe már 8-ba eltemettem az utolsó magyart, Fehérvíz, Borbátvíz, Felsőszálláspatak, Őralja Boldogfalva, ezek a nagy kastélyokkal, a monarchia első 8 családja között lévő bárókkal patronálták ezeket a zsírvölgyi bányavidékeket, aztán ezek a bányavidékek jöttek a sok magyar, a Sóvidékről, a Szilárdságból, 1500-2000 lelkes gyülekezetek lettek, miközben ezek a bárói területek, grófi területek kihaltak, megfordult a helyzet, azok kezdték el patronálni és járni át az erdőn 6 kilométer gyalog, gondozni ezeket a gyülekezeteket, és eljött Makkai Sándor, ő alapította ezeket a bánya városi gyülekezeteket, és drága testvérek, 1931-ben Trianon után 10 évre megjelent egy könyve itt Magyarországon, és ez volt a címe a könyvnek, hogy a magunk revíziója. A magunk megvizsgálása, újravizsgálása. És egy olyan hatással volt az anyaországra, a magyar társadalomra, hogy bár Móricz Zsigmondot nem lehet mondani, hogy nagy egyházbarát író lett volna, vagy annyira szerette volna az egyházat, és mégis Budapesten ebből a könyvből többször idéz újságokba. És drága testvérek, azért említem ezt a könyvet, mert Makkai Sándor ebben a könyvben arról beszél, hogyha egy református embert megkérdeznek a hite felől, akkor 4 választ ad rá. 4 választ ad a kérdésre. Az első válasz az, hogyha megkérdezed a hite felől, így hangzik, hogy én magyar vagyok. A nemzetiségünkkel válaszolunk először mindig a kérdésre. Nézzétek meg az énekes könyveket előttetek, hogy mi az első szó rajta. Vagy fenn a szószéken a lelkészeknek a liturgiás könyvét, amiből a liturgiát tartják. Ezzel kezdődik magyar református énekes könyv. Magyar református ágendás könyv. Az első válaszunk az mindig nemzeti. Pedig én nem a nemzetiségedre kérdeztem rá, hanem én a hitedre kérdeztem rá. Aztán a másik az, hogy én református vagyok. Vagyis, testvérek, a vallásunkkal válaszolunk rá. A felekezeti hovatartozásunkkal válaszolunk rá. Nem azt kérdeztem, hogy milyen a vallásod. Nem érdekel. Ugyanis egyetlen egy vallás sem üdvözít. Nem fognak üdvözülni és bemenni az Istennek az országába a vallásosok. A legtöbb embert a pokolba, a templomból láttam elmenni. És testvérek, Jézusnak a legnagyobb problémája mindvégig a vallásosokkal volt. A harmadik az a művészet meg a tudomány. Hát azért én ismerem a Bibliát, ahogy nekem egy esperes mondta, amikor megtértem és bizonságot tettem neki, rám nézett, barátok voltunk, és azt mondta, Miklós, ne bolondíts meg, én kívülről tudom a Bibliát. Mondom, nagyon jó, de most eljött az idő, hogy belülről is tud. Testvérek, kívülről tudjuk a Bibliát, ismerjük a hitvallásokat, tudunk mi egyháztörténelmet is, meg tanult, meg olvasott vagyok, nem lehet engem eladni. Csak hogy testvérek, én nem a műveltségedről kérdeztelek téged,
hanem a hitedről. És a negyedik, mondja Makkai, az az etika, az elkölcs. Én nem öltem, én nem loptam, én nem paráználkodtam, én azt, amit elértem, tisztességes munkával értem el. Drága testvérek, hadd mondjam el, hogy mind a négy, a magyarságot, a vallásod, a tudományod, az erkölcsöd nagyon jó ahhoz, hogy itt ezen a földön egy tisztességes életet élj, de szeretném komolyan elmondani neked, hogy oda kevés. Egy itteni földi élethez nagyon szép, nagyon dicséretes, nagyon jó, mind a négy, de oda nem elég. Oda több kell. És azt mondja Makkai, amikor ezt a négy választ adja valaki, és utána megkérdezett, hogy de Jézus Krisztussal, a feltámadott Úrral milyen a kapcsolatod? Ismered őt? Van kapcsolatod vele? Azt mondja, itt van az a pillanat, amikor a legtöbben azt mondják, hogy passz. Passz. És hogyha te nem ismered őt, ha te nem találkoztál a feltámadott Úrral, akkor szeretném elmondani, hogy neked nincsen üdvbizonyosságod. Azt mondja Jób, lerágta már a rák a húsát, nem maradt más, csak a csont, s a bőr rajta, s a foga inja. És azt mondja, a feleségem undorodik a leheletemtől. Az összes barátaim mind elhagytak. Teljesen csődbe mentem anyagilag. Ez az ember ott van tönkremenve, ott van kétségbeesve, ott van elveszetten, a barátai gyötrik, hogy biztos valami bűnt csináltál, elkövettél valamit. Kínosan felkiált barátaim, még ti is, ne gyötörjetek legalább ti, hanem biztassatok, és akkor kimond egy mondatot. De én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és ha az egész testem elfoszlik és elrothad is, és nem marad meg csak a csont, a bőr belőlem, én akkor is testbe fogom meglátni az Istent. Megvan neked ez az üdvbizonyosságod? Ma este úgy vagy itt, hogy van a bűnödnek bocsánata? És meg vagy-e győződve afelől, hogyha menni kell, akkor neked ők életed van. Nem azért, mert te magyar vagy, meg jó vagy, meg vallásos vagy, meg erkölcsös vagy, meg ezt ismersz, meg azt ismersz. Nem. Hanem azért, mert valaki levágott neked egy nyugtát a keresztfán, és kiegyenlítette vele minden tartozásodat. Megfizette az utolsó fillért is, az utolsó árt is az üdvösségedért. Drága testvérek, ezért kell megtérni. És ezért mondja az Isten, nézzétek, úgy jövök Erdélyből, hogy nemrég egy ilyen lelkész gyűlésen voltam, és ott az egyik lelkipásztor kollégám tartotta az áitatot, és azt mondja, hogy hát nem is tudom, hogy mondjam ki, vagy nem mondjam ki, nem mondjam ki, meg kell térni. Testvérek, miért nem mondunk ki egy olyan szót, és miért nem hirdetjük azt, ami 153-szor van benne a Bibliába? Ez a mondat, hogy térjetek meg, 82-szer található meg az Ószövetségben,
és 71-szer található meg az Új Szövetségben. Összesen 153-szor, pontosan annyiszor, ahány halat fogott Péter húsvét után a Tibériás tengerparton. És szeretném nektek elmondani, hogy ott a görög számmisztikában a 153 az jelent valamit, magyarul. 153 a görög nyelvből egyenlő magyarul, több már nem férhetett volna bele. Vagyis, drága testvérek, ha nekem lett volna egy 154. sikamlós halam olyan, mint ez, és be akartam volna nyomni a hálóba, pattanásig volt feszülve a háló, ezért jegyzi meg a Biblia, hogy noha ennyi volt benne, nem szakadt szét a háló, mert meg volt feszülve pattanásig, és én, ha be akartam volna nyomni a 153 mellé még egy 154-et, nem ment volna be, mert azt mondja Dávid, aki leült az Úr oltára elé, ezt csak ő merte megtenni, azt mondja, hogy Uram, mit tehetne még hozzá Dávid ahhoz, amit te tettél velem, Uram? Mit adhatnék én még hozzá? Annyira teljes a kegyelem. És drága testvérek, ez azt jelenti, hogyha az Isten 153-szor elmondja az embernek azt, hogy térjen meg, akkor 154-szer már nincsen értelme elmondani. Mert aki 153-ra nem tér meg, az a 154-re se fog megtérni. Testvérek, miért kell megtérni? Azért, mert van egy hitvallásunk, és ez a hitvallás mond valamit. Ez mindannyiunknak a hitvallása. Hiszek egy Istenbe. És hiszek az ő fiában, Jézus Krisztusban, aki fogantatott Szentlélektől, végig a Biblia azt mondja, hogy az asszony magva. Nem azt mondja, hogy a férfi magvából. Nem. Az asszony magva. Mert fogantatott Szentlélektől, és nem embertől. Született Szűz Máriától, szenvedett vessző. Nem jó helyt van a hitvallásból oda téve a vessző. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Nem. Egész életében szenvedett. Szenvedett vessző, Poncius Pilátus alatt megfeszítették az ő idejében. Meghalt, és eltemették. Alászállt a poklokra. Kihirdetni a poklokba, mert az ördög nem fogja megtenni, hogy odaálljon az eltársai elé. És azt mondja, hogy fiúk, legyőzettettünk. Elveszítettük a harcot. Ezt az ördög nem tudja megtenni. Ezért le kellett szállni a poklokba. Mert Jézus Krisztus Úr a mennybe, Úr a földön, és Úr a poklokon is. Amen. Amen. És ő kihirdette a poklokon, hogy tudjanak róla, hogy ő győzött a kereszten. És harmadnap feltámadt a halottak közül, dicsőség neki. Felment a mennybe, odaült az Atya jobbjára, és most jön egy mondat. Onnan fog visszajönni, ítélni kiket, testvérek? Élőket és holtakat. És mi lesz, ha azon a napon kiderül, hogy a miskolci temetőben ott voltak sokan az élők, és a miskolci belvárosi templomba éveken keresztül a padba itt lógatták a lábukat a halottak. Élő vagy, vagy halott vagy? Mert Isten jön ítéletre. Azt mondja az 50. Zsoltár,
hogy a tökéletes szépségű Sionon, a Golgotáról jön az Isten, és nem hallgat. Jó lenne, ha hallgatna. Ne szóljon bele az életembe. De az Isten nem hallgat. Azt mondja, hogy népem, most te hallgass. Most én beszélek. Mert egyszer, testvérek, eljön az idő, amikor lejárnak a kommentelések, amikor lejárnak az ugrálások, amikor lejárnak a visszamondások. És azt mondja az Isten, most én beszélek, népem, te pedig hallgass. Isten jön és szól. És azt mondja az ige, hogy ítélni akarja az ő népét. De mielőtt az Isten jön, testvérek, azt mondja az ige, hogy előtte tűz jön, körötte pedig szélvész jön. Amikor Isten beszélt Illéssel a Hóreben, akkor nézzétek meg, hogy mi van. Illés behúzódik a sötét barlangba, és jön az Isten, és azt mondja, hogy te mit csinálsz itt, Illés? Hát, Uram, behúzódtam ide a sötétbe, azt facebookozok. Nem lát se a feleségem, nem lát se az apám, se az anyám. Behúzódtam ide a sötétbe nézni dolgokat az internetről. És azt mondja neki Isten, hogy Illés, gyere ki a világosságra. Állj ide ki a barlang elé a világosságra, hogy megláthasd a dicsőségemet. Elvonul előtted a dicsőségem, Illés. És Illés kiállott. És azt mondja az ige, hogy jött az Isten tűzbe. Jött a tűz az Isten előtt. De az Isten nem volt benne a tűzbe. Ő küldte, de nem volt benne. Aztán Isten jött a szélvészbe. A szélviarba hasítani kezdte a fákat, de az Isten nem volt benne, őtől lejött a szélvész. Aztán jött a földrengés, hasadni kezdtek a sziklák, meghasadtak a legkeményebb kövek, de az Isten nem volt benne, ő küldte, de ezek mind jelek voltak. Aztán megjelent az Isten is egy halk, szerint hangba, Illés, mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt? Testvérek, nem vettétek észre, hogy mielőtt az Isten jönne, mindig szól. Mindig szól. Nem volt benne a koronavírusba, de ő engedte meg. És ő engedte meg, hogy bezáruljanak a templomajtók, mert azt mondta, hogy égett eleget hiába a tűz az oltáromon. Nem kell ez. Amit csinál ez a nép, nincs rá szükségem. De az Isten nem volt benne. Aztán testvérek, utána jött az Isten a háborúba. És az Isten nincs benne a háborúba. És az Isten, testvérek, jött a földrengésbe, nem csak Törökországból, hanem Hátszektől, tőlünk 100 kilométerre. Úgy kapott el a feleségemmel, hogy egy idős beteg nénit a 4. emeleten a tömbházba látogattunk, és egyszer csak láttuk, hogy mozog az asztal, és remegnek a poharak, és szaladtunk ki, és áttevődött az epicentrum Olténiára, és nem véletlen, évekkel ezelőtt akartam oda menni, evangélizálni a románok közé, amikor elhívott az Isten, és most egy hete ott voltam egy ilyen evangélizáción, a gyülekezetben valóságos mennyegző volt, hazajöttem, ragyogott az arcom, a feleségem nézte, hogy kérdezi tőlem, hogy hol voltál, mi van veled? Mondom, hogy mennyegzőn voltam. 3,5 órán keresztül magasztaltuk a románokkal az Istent. Dicsőítették az Istent. Amikor 72 székesfehérvári református ott volt ebbe a gyülekezetbe, úgy jöttek ki, mintha nem is a földön jártak volna, hanem a levegőbe, mert nem hitték azt, hogy a románok megteszik ezt a magyarokkal, hogy nem szidják a miniszterelnököt, mint Magyarország, nem szidják a kormányt, nem
szidok mindenkit, hanem áldást kérnek erre a népre, és erre az országra, a románok, a megtért románok, testvérek. És ott voltam, és azt mondtam, hogy emlékeztek, testvérek, amikor 10 évvel ezelőtt akartatok engem vinni Olténiába, és menni akartam, és azt mondtátok, hogy Miklós oda csak egy magyar ne menjen, mert a pravoszláv ortodox pópa felbíztatja a falut, és ahogy megérkeznek a hívők, ilyen dorongokkal, botokkal kimennek, és az autókat összeverik, betörik a szélvédőt, kiszúrják a gumikat, és azt mondták, Miklós, még csak egy magyar hiányzik oda velünk, hogy megtudják, hogy közöttünk van egy magyar. És testvérek, nem mentem el, megkérdeztem az Istent, azt mondta, hogy Miklós, ne a te dolgod az, hogy keresd meg azt, aki majd elmegy az ő fajtájuk közül oda. A te dolgod az, hogy azt keresd meg, aki menni fog. És drága testvérek, most 10-15 év után Isten megrázza Olténiát. Tudjátok, az Istennek is van botja. Az Istennek is van dorongja. Évekkel ezelőtt evangélizáltam egy Margita melletti kis magyar faluba. Régi parókia volt, 1 méter vastag falakkal, és amikor ott voltunk a feleségemmel, éppen akkor vezették be a parókiára a vizet és a gázt, csöveket. És a nagy méteres kőfalon, meg téglafalon, meg minden falon nem ment keresztül a cső. És egy ilyen 65 éves régi módi bácsi vezette a vizet meg a gázt, és mindenki idegeskedett, hogy nem megy már át a falon, nem mennek át a csövek. Ő csak nyugodtan mindig azt mondta a lelkésznek, tiszteletes úr, ne idegeskedjen, jön Samu és segít. És testvérek, mind néztem, hogy ki ez a Samu, és mikor jön már, hogy segítsen, hogy menjen a cső a falon, aztán 10 perc után rájöttem, hogy Samu a 10 kilós vaskalapács. Nem megy a cső át a falon? Semmi baj, jön Samu és segít. Rá 3 hónapra elmentem Dél-Magyarországra egy kisvárosba evangélizálni. Éppen március 15-ére kerültünk oda, és március 15-én a lelkipásztorral elmentünk koszorúzni, részt venni a város ünnepségein, és tiszteletből ő is meghívta a polgármestert, meg a tanácsosokat, meg a tanúgyiseket. A templomba el is jöttek, 2 tanácsos meg is tért, presbitere oszlopos tagja lett a gyülekezetnek, és ahogy lejár az istentisztelet, bemegyünk a parókiára, és tudjátok, most már úgy vannak az istentiszteletek, hogy azonnal fel lesz téve majd a YouTube-ra, és megengedhetjük magunknak, testvérek, azt, hogy lájkoljuk az Isten igéjét. Megkente a májamat? Tetszett? Akkor így lájkolok. Ha nem tetszett az evangelizáció meg az ige, akkor így lájkolok. És testvérek, megengedjük magunknak azt, hogy kommenteljük az Isten igéjét. És az egyik tanárnő beírja a YouTube alá a kommentet. És a komment így hangzott. Nagyon szép volt a ma este, de én nem változok. Aha, megértetted, hogy mire megy ki a játék. Megértetted, hogy mit vár el tőled az Isten. Szép volt ez az este, de én nem változok. És a tiszteletes asszony mutatja a laptopon, mit írt a tanárnő. És mondom, hogy írd oda válaszként, de jön Samu. Tudod? Nem változol? Aha, értem. De jön Samu és segít. És amikor majd az orvos megállapítja, hogy prostatarákod van, és amikor majd kivesznek belőled 60 centi vastag belet, és amikor kivették az egyik vesédet, és azt mondják, hogy valószínű, hogy rövid időn belül leáll a másik is,
Érdekes testvérek, pillanatok alatt mindenki másképp kezdte gondolkodni az Isten országáról. Nem törik a fal, nem törik a kő, nem törik a szív a halk észszelít hangtól. Semmi baj, jön Samu. Jön testvérek a tűz előtte, jön a szélvész, szól az Isten. Szólott az ezelőtti időben is. Nem tudom, testvérek, lehet ebből a vízből inni? Nem tudom, testvérek, hogyha figyeltétek 2015-ben, emlékeztek a Katrina hurikánra? Emléketekben van még? Tudjátok, hogy miért volt? Erről már nem beszélnek. 2015. augusztus 31 és szeptember 5 között a kaliforniai partokon engedélyezve volt egy egyhetes homokos és leszbi fesztivál. Egy hétig. Mocsokság, undor a kaliforniai partokon. És az amerikai állam ezt engedélyezte, mert nekik is van szavazati joguk. Engedélyt adott erre a fesztiválra, nem engedélyezte az Isten. 48 órával előtte, hogy kezdődött volna, elindult a Katrina 270 km/órás sebességgel. És végig söpört a partokon, letarolt mindent, és az Amerikai Egyesült Államok kormányának a zsebéből kivett 72 milliárd dollárt. Megérte? Megérte? És szeretném tőletek megkérdezni, tudja valaki, hogy mit jelent magyarul a Katrina? Tudja valaki közületek, hogy mit jelent magyarul ez a szó, hogy Katrina? Azt jelenti, hogy tiszta. Mint a héberben Zákeus. Az is azt jelenti, hogy tiszta. Mint mikor a rendőrök ugye mennek be a szobákba, a pisztolyjal, és mondják, hogy tiszta. Rendben van minden. Hát testvérek, a Katrina tisztává tette a partot. Letisztította a partot. Üzent az Isten. Aztán nem tudom, hogyha észrevettétek, hogy a koronavírus járvány előtt mi volt a főhír minden este a televízióban. A magyar hírekben. Június közepétől november közepéig. Június, július, augusztus, szeptember, október, november. Égtek Ausztráliába az erdőtüzek. Felpuffadt kenguruk, megégett kaolamacik, pandák elégve, felpuffadva, kilakoltatott emberek. Testvérek, van egy kérdésem. Hol volt az ENSZ meg a NATO a rakétáival meg a helikoptereivel? Nem volt víz. Megértem, ha Ugandába történik ez, testvérek. És ég az erdő, és egy fél évig nem tudják eloltani. De azok, akik Sydneybe felhőkarcolót építenek, nem tudunk eloltani egy tüzet? Drága testvérek, üzen az Isten. És az Isten mindig azt üzeni, hogy ember, semmi vagy. Ember, semmi vagy. Ember, tehetetlen vagy. Nézzétek meg, hogy jön az Isten tűzben, jön az Isten viharban. Tudjátok, hogy miért? Mert ahova a Szentlélek be akar költözni, ott előtte mindig nagy takarítást végez. Ott előtte mindig nagy takarítást végez. Nem is tudtam, hogy
A koronavírus járvány idején sírjak vagy nevessek, volt az a szélvész nagyidő Csehországba, Németországba, és valaki küld egy képet egy zsákutcával, egy ilyen 150 négyzetméteres kép, egy zsákutcába törmelék, deszka, mindenféle mocsok behordva az ártól, hogy imádkozzunk azért a Csehországért, amire én mondom, hogy az utolsó népszámláláskor 20%-a vallotta azt, hogy valami köze van valamilyen felekezethez. 80% köszönő viszonyban nincs, nem az Istennel, hanem még felekezettel sem. És jön a kérés, imádkozzunk, és mutatja a képet, és számolom, 1, 2, 3, 4, 150 négyzetméterbe 11 darab, 300 literes sörös hordó. Testvérek, miért is imádkozzunk, hogy Isten kitakarította a puskaport a cseppincékből? Mert testvérek, sokan puskaporon alszunk. Ott van a pincébe a pálinka, a bor, az ital. Csak annyi kell, hogy összevesz a feleségeddel, és robban az egész puskapor fölötted. Azért imádkozzunk, testvérek, ahova jön a Szentlélek, ott mindig nagy takarítást végez. Évekkel ezelőtt román testvérek Temesváról elvittek Szerbiába evangélizálni, és mielőtt mentünk volna, előtte való nap egy nagy szélvihar volt Szerbiába, és ahogy mentünk az úton, akkor vettem észre, hogy van egy hatalmas nagy szeméttelep, egy szemétlerakóterep, és hogy ne látszódjon az útról, Szerbiába körbeültették egy ilyen mini kis kerek erdővel, hogy takarják a szeméttelepet. Igen ám, csak hogy a szélvihar előtte való nap felforgatta az egész szemetet, és a zacskókat, WC-papírokat, mocskot felvitte a fa tetejére. Március volt, még nem volt rügyezve, virágozva. Hát drága testvérek, gyerekkoromban édesanyám beszélt nekem gyémánterdőről, meg olvasott aranyerdőről, meg ezüsterdőről, szeméterdőről még nem hallottam, de akkor láttam. És drága testvérek, ilyen sokunknak az élete. Hogy ott van a szeméttelep, de körbe van ültetve zöld övezettel, fával, hogy takarja, csak hogy időnként jön a szélvihar, és felviszi a fára, azt mondja az ige, hogy időnként a Betesda tavára angyal szállott alá, és megkavarta a vizet. Tudjátok, hogy miért? Mert a Betesda tó alján volt egy ekkora réteg mocskos iszap, és a tetején volt körülbelül 60 centi tiszta víz. És amikor ránéztél a Betesda tóra, akkor azt mondtad, de szép, tiszta az egész kékes-zöldes víz, még talán inni is lehetne belőle. Igen ám csak, hogy időnként az Isten küldött angeloszt. Az Isten küldött angyalt, és felkavarta a vizet. És a tudatalattiba elrejtett dolgok, elnyomott dolgok, a színész élet alá elrejtett dolgok, mert testvérek, ma este is nagyon jól takar a kabát, meg a smink, meg a festék. De ha odaállok a templom ajtóba, és jössz ki, és kezet fogok veled, és megkérdezem tőled, hogy hogy vagy, akkor képes vagy a szemembe mosolyogni, és azt mondani, hogy tiszteletes Miklós testvér, jól vagyok. Van egy magyar nóta, befele húlt minden könnyen, sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Az irigyelt szerencsédnek az a titka,
hogy mindig olyan helyen sírsz, ahol senki se lát. Az irigyelt szerencsédnek az a titka, hogy nagyon jó színész vagy. Én is az voltam 30 éven keresztül. Azt kérdezték a lelkész barátaim, meg mindenki, aki ismert, mi vitte ezt az embert az öngyilkosság felé, amikor olyan jókedvű, jópofa, vicces gyerek volt. Teszem én hozzá kívülről. Belül csak Bódis Miklós tudta, hogy ő valójában kicsoda. A belső ember. A szívnek az elrejtett embere. És testvérek, ott van az élet, mind a Betesda tava, mint ez a szemétdomb eltakarva. És drága testvérek, azt mondja az ige, hogy időnként jön a lélek, jön az angelos, és megkavarja a vizet, felkavarja a vizet. Na most figyelj, aki a víz felkavarása alatt azonnal belépett a vízbe, az gyógyult meg. Aki a víz felkavarása után elsőnek lépett bele a vízbe, az gyógyult meg. Testvérek, jön az Isten, és jön előtte a tűz, és jön a földrengés, és jön a szélvész, ítélni akarja népét, és azt mondja, hogy az Isten hív két tanút. Tanul hívom ellened az eget és a földet. Miért? Azért, mert ha valaki itt ma este úgy megy el erről az Isten tiszteletről, hogy nincs megtérve, hogy nem adta át az életét az Istennek, arról el tudom képzelni, hogy az utolsó nap még azt is letagadja, hogy ő itt volt. Nem úgy hallotta ezt az ige hirdetést, hanem ha megtéretlen szívvel odaállsz az Isten trónja elé. Mert azt mondja Spurgeon, hogy Jézus azt mondta, hogyha az öldelőfával ezt teszik az asszonyoknak, siratták, ahogy ment fel a Via Dolorosán, és megáll Jézus, és azt mondja az asszonyoknak, asszonyok, ne engem sirassatok, hanem saját magatokat sirassátok, és a ti gyermekeiteket. Hol vannak most a gyermekeitek? Hol van a fiad? Hol van a lányod? Azokat sirassátok, mert ha a zöldellő fával esztették, mi lesz majd a száraznak a vége? És azt mondja Spurgeon, itt az Isten konkrétan arra gondolt, hogyha az atya az ő fiát, mert odaállt és bűnné lett, és bűnössé lett, nem kímélte, hanem nézd fel a keresztre, hogy mit csinált, hogyan büntette, akkor mi lesz azzal a bűnössel, aki majd a fia nélkül áll meg előtte? Ezt jelenti, testvérek, hogy a zöldellő fával, ha ezt tették, mi lesz a vége a száraznak? Az ítélet az Isten népén kezdődik el, mondja Péter, de mi lesz a vége azoknak, akik majd nem hittek benne? És azt mondja az ige, az Isten tanul hívja az eget, és tanul hívja a földet. Az égnek arról kell bizonságot tegyen, hogy oda tartozol-e. Az ég erről kell tanúskodjon, hogy ide való-e. Hívja az eget, és az égnek arról kell tanúbizonságot tegyen, hogy nem lettél a nagy parázna a fenevadon, a Babilon, akinek a gyökere ott van az égbe, de hűtlen lett. És a földet pedig azért hívja az Isten bizonságul, mert a föld az, aki beitta a fele barátod vérét. A föld az, amelyik beitta a párodnak, meg a gyermekednek a könnyeit. Meg az apádnak, meg az anyádnak a kínját. És a föld vádolni fog téged. Vajon mentenie fog téged az ég?
és mennie fognak téged a mennyeiek, hogy tanúbizonságot tegyenek, hogy ez ide tartozik. Ez közülünk való. Jön az Isten az ítélettel, testvérek, és azt mondja Pál, Miskolc főterén, az Aeropáguszon, a világvárosnak a főterén, hogy az az Isten, aki teremtette az eget és a földet, és aki egy vérből teremtette az embert, és elrendelte a lakóhelyüket, idejüket ezen a földön, az az Isten rendelt egy napot, amikor egy férfiú által megítéli ezt a világot, egy olyan férfiú által, akit azzal igazolt, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Azt mondja Pál, egy férfiú által az Isten egyszer majd ítéletet tart. Az a férfiú által, akit igazolt, azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Mi lesz veled azon a napon? Drága testvérek, van egy énekünk, egy nagyon szép ének, viszont Sánti dogmatikailag. A reformátusoknak, meg az evangélikusoknak az egyik kedvenc éneke. Reformációi ének, térj magadhoz, drága Sion. Gályarabok éneke, van még néked Istened. És van egy mondat benne a vége, ami Sántit. Azt bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet, Sion, ezt hát jól gondold meg, szabjatál búsgyötrelmednek. Sántit, testvérek, mert az Isten nem büntet egy dologért senkit kétszer. Az bünteti, kit szeret. Megbüntette a fiút már egyszer a kereszten? Akkor igazságtalan lenne az Isten, ha téged még egyszer ugyanazért a dologért megbüntesse. Csak hogy most arra kérlek, hogy értsétek jól, mert nekem valaki egyszer azt mondta a gyülekezetembe, hogy tiszteltes úr, akkor tudja mit, akkor inkább ne szeressen. Ha az bünteti, kit szeret, akkor inkább ne szeressen. És azt mondtam neki, hogy tudod itt, mire érti az ének? Hogy az Isten tényleg az büntette, akit szeretett, az egyszülöttet. Az egyszülöttet büntette meg. Mibe sántít az ének? Hogy másképp ő nem is tehet. De tehetett volna. Tehetett volna, hogy téged büntessen. Hogy a te bűnödért téged büntessen. De tudjátok, testvérek, amikor jön az Isten, és ítél, akkor az ítéletében is a szeretete van benne. Mert azt mondja ugyancsak Péter, hogy az Isten nem akarja azt, hogy a világgal együtt elvesszünk, és elítéltessünk. Senki nem verte meg a másik gyermekét, mindig a magáét fegyelmezi. Az Isten mindig a fiakat fegyelmezi, hogy ne legyenek fattyak, hogy ne váljanak fattyakká, hogy ne ítéltess el ezzel a világgal együtt. És az a kérdés, hogy te az ő fia vagy? Az ő gyereke vagy? Mert akkor, testvérek, sokkal könnyebb elhordozni a szenvedést, mint a bűnt. A hívő sokkal inkább szenved, mint hogy a bűn uralkodjon rajta. Fiú vagy? Vagy fattyú vagy? Mert a fattyú mondja azt, hogy akkor inkább az Isten ne szeressen, nekem a fegyelem nem kell. Ő az büntette, akit szeretett. És ő másképp nem tehetett. Tudod, hogy miért? Az irgalmáért.
az irgalmáért, mert az ítéletében is az ő szeretetére gondolt. És drága testvérek, amikor az Isten ítél, akkor az ember számára felkínálja a szabadulás lehetőségét a megtérés által. Noé, jön az özönvíz. És Noé, az özönvíz nem úgy fog jönni, tudod, hogy amikor jön majd az ár, akkor szépen elérkezik a te házadhoz, meg virágos kertethez, meg rózsás gruppothoz, meg a csűrethez, és akkor szépen ketté válik a víz, és kikerüli a házadat, meg a kertedet, és a tiedet nem érinti. Ezt mondta az Isten? Nem. Noé, jön az özönvíz, jön az ítélet, és mindent visz. A te házadat is, a te udvarodat is, a te kis kertedet is, de Noé, mert szeretsz engem, én elmondom neked azt, hogy hogyan mentheted meg az életedet, és hogyan mentheted meg a családodat. És ha megteszed, ha engedelmeskedsz annak, amit mondok, akkor Noé a házadért meg a kertedért cserébe örökségül az utódaiddal együtt megkapod az egész földet. Az új eget és az új földet. Testvérek, a tudatlanság idejét elnézi az Isten, és hirdetem ma itt nektek Miskolcon, hogy ma este neked lejárt a tudatlanság ideje. Ma este, ma estig mondhattad azt, amit Bódis Miklós, hogy 30 éves koromig egy színmagyar, színreformátus gyülekezetbe, és a teológián nem hallottam senkitől azt, hogy meg kell térni, és hogyan lehet újjászületni. Elmondhatod ma estig, hogy te ezt nem tudtad. Neked ezt nem hirdették. Neked erről nem beszélt senki. A tudatlanság idejét elnézi az Isten. De innentől kezdve, ma estétől kezdve hirdetem neked, hogy nem a tudatlanság ideje kezdődik, ha nem térsz meg, hanem az engedetlenségnek az ideje. És az engedetlenség egyenlő értékű a varázslással bűn szempontjából. A tudatlanság idejét elnézi az Isten, de az engedetlenség idejét nem. Ezért az Isten most, ma, mindenkinek közületek, függetlenül, hogy kinőtt fel hívő családba és kinőtt fel ateista családba. Ki tartozik ehhez a felekezethez, vagy ki tartozik ahhoz a felekezethez. Az Isten ma este itt mindegyiketeknek azt parancsolja, ez nem választható tantárgy, testvérek, hogy akarom vagy nem, tetszik vagy nem, Isten azt parancsolja, hogy térjetek meg. Meg szoktam kérdezni, testvérek, hogy mit gondoltok, amikor Izrael átkelt a Vörös-tengeren, hány óra alatt mentek keresztül? Amikor szétnyílt a víz. Tudjátok, ott voltak Pihahirót és Baal-Cefon. A Grand Canyon, a Tordai hasadék, két oldalt szikla. Se erre, se arra nem lehetett menni. A hátuk mögött ott volt az akkori világ legjobb felfegyverzett hadserege. De Isten a tűzoszloppal odament, és lezárta estére a közeledési lehetőséget. Nem lehetett közel menni az ő népéhez. És szembe velük ott volt a Vörös-tenger, és beszorulva. Még volt két irány, az egyik lehajtom a fejem, és azt mondom, hogy vége. Nincs semmi lehetőség, és a másik irány, felfele nézni és az Istenhez kiáltani. És Izrael ezt tette. És drága testvérek,
Reggel 9 órakor. Honnan tudom? Reggel 9 órakor Izrael felkészült, és szétnyílt a tenger. És elindultak, és tudjátok, hogy meddig mentek keresztül? 6 órán keresztül mentek, délután 3-ig. Honnan tudom? Onnan, hogy az az éjszaka, az előtte lévő éjszaka az Úré volt. És virasztott az Úr azon az éjszakán, nagy csütörtök éjszakán nem aludt semmit. Izraelben mutattak nekem egy lyukat a Heródes udvarába, az egész izraeli útamon ez volt a legmegdöbbentőbb látvány. Egy lyuk a Heródes udvarába, és a lyukba ott volt 2 bilincs beütve a sziklába, és hajnalig oda kötötték fel. Ne gondoljátok, hogy hagyták ülni. Hajnalig ott viasztott, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. A mélységből kiáltok. Aztán reggel meghurcolták a fáradt embert, megverték, kigúnyolták, és 9 órakor felfeszítették a keresztre, és ott függött délután 3 óráig. Ne gondoljátok, testvérek, hogy a vízfalak maguktól álltak. Nem. A vízfalakat 2 átszegzett véres kéz tartotta fent a kereszten. Tartotta a vízfalakat. És még tartotta a vízfalat, azt mondta a népének, most gyerünk keresztül, keresztül a medren. Addig, ameddig fel van tartóztatva az ítélet. Gyertek át! És az ő népe elindult keresztül, és mentek, és amikor délután 3 órakor az utolsó választott is kiért a túlsó partra, akkor a kezek elernyedtek, és ő kimondta, elvégeztetett. És a vizek visszatértek a helyükre. És Izraelnek nem az kellett lássa, hogy mi megszabadulva az egyik parton, és a fáraó a hadseregével ott maradva a túlsó parton, nem. Izraelnek látnia kellett az ellenségeinek a pusztulását, a veszélyt a mederbe. Azt mondja az 50. Zsoltár, a bűnösnek azt mondja az Isten, hogy mered a nevedre, a szádra venni a szövetségemet? Te, ha tolvaj látsz, vele cimborász. Ha paráznát látsz, vele jársz. Még az anyád fiát is bemocskolod. Tudod ki az anyád fia? Magad! Te vagy az anyád fia. Testvéred ellen beszélsz, és azt mondja az Isten, ilyeneket csinálsz, én hallgassak? Nem. Ott lelet halálodat a mederbe. És drága testvérek, lehet, hogy sokszor előfordult veletek az, hogy egy-egy templomba unalmas prédikációt hallottatok, és azt mondtátok, hogy elég, és megnéztétek az órátokat. Én ma este neked most nemhogy megengedem, hanem megkérlek, nézd meg az órádat, hogy hány óra van. Nézd meg az órádat, hogy hány óra van. Ha van órát, megnézhetitek a mobilt. És szeretném elmondani neked, hogy ma csütörtök este van. Virasztott az Úr ezen az éjszakán. És akik ma este itt vagytok úgy, hogy nem tértetek meg, soha nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor hirdetem neked ma este, hogy adatik neked 6 óra. Amikor állnak a vizek. Nézd meg most az órát, jól nézd meg. Mert ha innen kimész a templomból, az ajtóba már kezdődik a duma. És mész az autóba, és mész a villamoson, és mész gyalog, és mindent megtesz az ördög azért, hogy nehogy ne talán ma este add át az életedet Jézusnak.
de adatik ma este 6 óra, s ha belefér ebbe a 6 órába az, hogy hazaérkezel, s ha otthon vagy, ott megint kezdődik a beszéd, a világi beszéd. És mondják, és mondják, és jönnek a dolgok, de ne felejtsd el ma este, van 6 órát, nehogy kimenj a 6 órából. S ha otthon, otthon leszel, menj be a szobádba, és térdelj le. Vagy ha nem, akkor tedd azt, amit tett egy kis debreceni doktornőnek, orvosnőnek az édesanyja, hát annyit szórakoztam, ahogy mesélte a megtérését, hogy kijöttek a James Stewart Scott fotbalista evangelizációjáról Debrecenbe, és mentek hazafele, és megállottak az utcasarkon, és azt mondták, hogy azt mondta James Stewart, hogy nehogy hazamenjünk megtéretlenül. De mondd meg, nem tudom, hogy kell megtérni. És azt mondta, ketten voltak, ő meg a testvére, és azt mondták, megálltak ott, és azt mondták, hogy Uram, James Stewart arról prédikált, hogy térjünk meg, de nem mondta el, hogy hogyan. És nekünk most az a megtérés, hogy itt megtérünk, mint ahogy a benszülöttek mondták az egyik, a törzsfőnök mondta az embereinek, hogy az orvos prédikált, hogy olyan rendes, annyiunkat meggyógyította, amikor vasárnap istentiszteleten vagyunk, és azt mondja legközelebb, hogy térjünk meg, járjunk a kedvébe, és fogja meg mindegyik a széket, és fordítsátok meg, és üljetek háttal neki, és ez lesz a megtérésünk. Testvérek, az Isten, hogy térsz meg, látja a szívedet. Azt is látja, hogy nem tudod. Hogy nem tudod, hogy. Hogy most mit csinálj, hogy mit mondj neki. De ő tudja, mert belelát a szívedbe, hogy akarod-e. És ma este neked adatik 6 óra. És elmondom neked, ha ma este a 6 órát elszalasztod, ne gyere holnap, nincs értelme mozizni. Nincs értelme mozizni, testvérek. Végtelenségig. Itt ülni, hallgatni, nézni, bámulni, okoskodni. Nincs, holnap ne gyere, nincs értelme. Mész a halálba. Mész a halálba. De ha ma este átadod az életedet, akkor meglátod, hogy holnap ragyogó arccal, meg csillogó szemmel jössz. És még az se lesz hátrány, hogy megfáztál ma este. Az se lesz hátrány. Adatik 6 óra, és az Isten azt mondja, hogy most. Az Isten most mindenkinek azt parancsolja, hogy térjen meg. Hogy térjen meg. Ha élni akarsz, és ha azt akarod, hogy az Istennek élj, és azt akarod, hogy az övé legyél, és az utolsó napon úgy állhass meg előtte, hogy ne te kelljen mentsed magadat, hanem hogy ő beszéljen helyetted a vér, a szövetség vére, akkor ma este kösz szövetséget a bárány vére által, az Isten fiával. Gyertek át a medren, gyertek ki az életre, induljatok el, szabadulj meg te is, és szabadíts meg a házad népét is. Amen. Imádkozzunk. Uram, magasztallak téged, az átszegzett kezekért és lábakért. Köszönöm, Uram, azt, hogy a Golgotai kereszten elképzelhetetlen mélységbe szálltál alá értem, értünk. És a mélységből kiáltottál, Uram, azon az éjszakán a választottakért. Uram, kiáltok ma este hozzád Miskolcért, Magyarországért, a népemért. Kiáltok hozzád, Uram, hogy hozz ki a mélységből azokat, akik még ott vannak,
gyötrődnek, szenvednek, vergődnek. Uram, nyújts ki ma este a te kezedet, és ragadd meg, a te szereteted ragadja meg azokat, akiknek a lába belesüppett a Betesda iszapjába, akiknek a lelkük mélyén, a szívüknek a mélyén elrejtve virágok, mosoly, új ruha mögé ott van a szemétdomb, a bűn. Uram, arra kérlek, hogy támaszd fel a te népedet, hozd ki a te népedet, és emeld fel, Uram, azokat, akik ma este itt voltak, és hallották az evangéliumot. Én hiszem, hogy a te igédnek ereje van, Uram, és hogy a te igéddel támasztasz halottakat, változtatsz meg életeket, szabadítasz meg bűnösöket, gyógyítasz betegeket. Uram, kérlek, hogy légy ma este minden mindenekben, mindannyiunk számára, akik itt vagyunk. Dicsőítsd meg a te nevedet azzal, Uram, és mutasd meg, hogy te vagy az Úr, az Isten, hogy felnyitod a sírokat, és kihozol az életre olyanokat, akik halottak a bűneik miatt. Cselekedj, Uram, hatalmasan ma este. Ez az este, Uram, legyen a te estéd, és legyen azoknak az estéje, akár, Uram, az interneten keresztül nézik az evangelizációt, akár itt vagyunk, akik átmennek a vízmedrek, a vízfalak között az életre. Adj, Uram, szabadítást a bárány vére által. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én tanul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Holnap este is ugyanebben az időben várunk mindenkit szeretettel az evangelizációra. A holnap esti evangelizáción azt tudhatjuk meg, hogy azt tudhatod meg, hogy mennyi a világpiaci értéket. Mennyi a te értéket, a te árad ennek a világnak a piacán. Mert valaki hatalmas árat fizetett azért, hogy neked életed legyen, hogy bővölködj, hogy örömöd legyen ebben az életben. Drága testvérek, szeretném hirdetni mindenki számára, örül a szívem a sok ismert arcnak, testvérnek, akiket ismerhettem már akkor, amikor 10 évvel ezelőtt éppen egy hétig a Deszka templomban evangelizálhattunk a párommal, az volt az első miskolci szolgálatunk, aztán közvetlen a következő héten itt a szomszédban szolgálhattam és aludhattam is a keresztény testvérgyülekezet, az ottani testvéreimnek a
meghívására, majd pedig aztán a diósgyőri református gyülekezetben is hirdetettem egy hétig az igét, és itt aludhattam valahol itt a szomszédban, már nem tudom, az utcát megismerem, hogy hol voltam akkor elszállásolva is. Örülök, hogy Isten eljuttatott ide is, és szeretnénk mindenkivel a kijáratnál kezet fogni, de nem csak kezet fogni, hanem mindenkinek egy igés kártyát, egy igés lapot adni, amiket testvérek nem válogatott meg senki, nincs olyan, hogy a lájtos igéket meghagytuk, aztán a keményebbeket kiszedtük belőle, hanem úgy, ahogy van a Biblia, és ahogy vannak az igék, ezek az igék úgy vannak, viszont azok, akik elkészítették missziós testvéreim, azok úgy készítették el, hogy imádkoztak azért is, hogy ma este mindenkinek az az ige jusson a kezébe, amire a leginkább szüksége van. Úgyhogy megkérlek, hogy vedd át ezt az igét, olvasd el, tedd be az énekes könyvedbe, a Bibliádba. Lehet, hogy később lesz szükséged rá. Az is lehet, hogy ma este nem érted, hogy mit akar az ige, de hogy vasárnap délelőttig megérted, az is biztos, mert az Isten beszédei tiszta beszédek. Csak hagyjat, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon az ige által a szívedbe, mert a romolhatatlan magáltal születünk újjá, megtérni meg lehet másra is, színdarabra is, de újjá születni, új ember lenni, az csak a romolhatatlan mag tudja elvégezni. Az Istennek az igéje az ember szívébe, ezért minden ige áldott, ami az Isten szavából jön, ami az Isten szájából jön. Engedd, hogy az Isten, az evangélium, az ige által hívjon téged az üdvösségre, mert akár meg vagyunk térve itt ma este testvérek, akár nem vagyunk megtérve, Isten egy céllal hozott ide ma este bennünket, és az a célja az Istennek velünk, hogy még nem mondott le rólunk. Még nem adta fel az Isten. Te lehet, hogy már feladtad, te lehet, hogy már tízszel is lemondtad, visszamondtad, az Isten még nem adta fel. Az Isten ragaszkodik a szövetségéhez és az ő hűségéhez. És drága testvérek, szeretném hirdetni, hogy a kiáratnál CD-k találhatók. Én, drága testvérek, az M0-ás autópályáról kamionosoktól kapok telefonokat. Hogy drága tiszteletes úr, maga nem ismer engem, a Szilágyságból vagyok, és mielőtt elindultam volna Madridba a kamionnal, valaki húsvét előtt adott nekem egy CD-t, és azt mondta, hogy útközben tegyem be, és hallgassak bele. És itt vagyok a Sasfészek tó pihenőhelynél, a kamiont le kellett állítani, lehajtottam a fejemet a kormányra, és csak azért hívom a tiszteletes urat, hogy elmondjam, hogy átadtam az életemet Jézusnak. Lehet, hogy te már azt mondod, hogy nem tudsz beszélni a fiaddal, meg a lányoddal. Meg nem tudsz beszélni a menyeddel, meg a vejeddel, meg az anyósoddal, mert már megszűnt a kommunikáció. Én azt mondom neked, hogy ne add fel. Szlovákiai testvérek tudják, itt vannak Kassáról, hogy így tért meg a hátszegi román polgármester Avram Jánku szülőfalujából, feleségével együtt Szlovákiába, a Magas Tátrába. És drága testvérek, a mai napig így térnek meg Hátszegen a kórházba orvosok, orvosnők, és hirdetik az evangéliumot, hogy kaptak egy CD-t, és belehallgattak. Ha akarsz épülni, ha akarsz növekedni, és szeretnénk elmondani, hogy ezzel azt a missziót támogatjátok, nem csak épülésre van, hanem támogatásra, amit mi Erdélyben a románok között végezünk, mert arra nem ad senki támogatást, mert nem szeretjük őket, mert elvettek valamit, csak hogy szereti őket az Isten. Csak hogy szereti őket az Isten, és Jónás, menj el Ninivébe, legyőzték a hazádat,
menj el Ninivébe, és prédikáld nekik, ha nem térnek meg, 40 nap múlva elvesznek. És drága testvérek, a niniveiek leszálltak a trónról, leültek a porba, zsákruhát öltöttek, és megtértek az élő Istenhez. Megtértek az Úrhoz. Drága testvérek, adjon az Úr minnyájatoknak épülést, ezáltal is, és az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg ma este és mindenkor a szívedet és a gondolatodat Krisztus Jézusban. Amen. Békesség néktek! Köszönjük szépen az ige hirdetés szolgálatát, Isten tegye áldottá számunkra a hirdetett igét. 2 órája vagyunk itt a templomban, testvérek, mindenkinek gratulálok, hogy kibírta. Köszönjük szépen a kemény leckét, remélem, hogy mindenki szívére vette. Viszont van bennem egy dolog, amit az Isten a szívemre helyezett, és ha már kibírtuk ezt a 2 órát, akkor még kérek 2 percet. Elhangzott a kérdés, hogy hogy kell megtérni. Ezért én most el fogok mondani egy imát. És ha van valaki ebbe a templomba, aki még nem adta át az életét az Úr Jézus Krisztusnak, a helyünkön a fejünket meghajtva, kérem, mondja utánam az vagy azok ezt az imát. Drága Úr Jézus Krisztus, eddig nélküled éltem az életemet. Ma leteszem a kezedbe az életemet, a gondolataimat, a beszédemet. Ma mindent leteszek a kezedbe, amit nélküled tettem eddig. Megtagadom a gonoszt, megtagadom a sátánnak minden munkáját az életemben. Jövök eléd, benned bízok, hozzád térek, és megvallom, hogy te vagy az Úr az életem felett. Úr Jézus Krisztus, jöjj haza velem, szenteld meg házamat, hajlékomat, házasságomat, gyermekeim nevelését. Szentlélek Isten, szűj újjá, hogy a te dicsőségedre éljek, most és örökkön örökké. Amen. És várunk mindenkit szeretettel, holnap is hívogassunk másokat is, és ne felejtsük el, hogy ketyeg az óra, egy 1/2 órája már, megy a 6 óra. De hisszük azt, hogy azok, akik elmondták ma az imát, azoknak az életében változást hoz és hozott az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm a testvéreknek, kollégáknak, miskolciaknak, határon túliaknak, akik onnan jöttek, környékbelieknek, hogy eljöttek. Holnap is várunk mindenkit szeretettel. Áldás békességet!